kormány 2030-ra végre tud hajtani egy olyan versenyképességi reformot, amellyel megközelítőleg be lehet érni Ausztriát, állítja Matolcsy György. A jegybank elnöke hangsúlyozta, elkészítettek egy 330 javaslatból álló csomagot, amellyel megvalósítható ez a cél. A stúdióban Bot Péter Ákos. Örömmel köszöntöm, jó estét! Jó estét kívánok! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megrendezi ezt a gazdasági évnyitóját. Hagyományosan Orbán Viktor is, meg Matolcsy György is ott szoktak nagy bejelentéseket tenni a gazdaság kapcsán. Nem tudom, hogy ezek nagyok-e, de minden esetre nagy távlatokat nyitnak. Ugye Matolcsy György is hosszú távra gondolkozott, Orbán Viktor egyenesen 2030-ra fogalmazott meg 6 pontot. Érdemes ezeken végig mennünk egyenként? Ezek, ahogy, hát ha majd felolvassa, akkor látjuk, hogy ezek ilyen nagy és nehezen megfogható dolgok, hogy legyünk a legversenyképesebb 5 európai ország között, vagy ilyesmi. Lehet a szép jövőről beszélni, akkor szoktak, ha elég rosszul megy a gazdaság. Most annyira nem megy rosszul. Annyira meg nem megy jól, hogy azért a komoly kérdésekről nem beszéljenek ilyen fórumon, mert egy halom területen meg gond van. Hát az egész világ változik, egy új technológia jön be. Nem olyan autóval fogunk közlekedni 2 év múlva, vagy 3 év múlva, mint most. Ez érinti csomó szakmát, érinti az egész képzési rendszert. Tehát nagyon sok ügy van, amit meg kellene beszélni, pláne egy ipari testületben, de az, hogy 2030-ban hány ország lesz előttünk még Európában, akik egy kicsivel talán egészségesebben élnek, ugye hát azért ez egy... Maximum 4. Ez egy nagyon puha dolog. De hát ezt én most már ne haragudjon, én tudom. Jó. Szóval azt mondja Orbán Viktor, az Európai Unió 5 legjobb országa közé kell kerülnünk. Én értem olyan korszakban, amikor ha nem volt elég hús, akkor a dákor-román elmélettel jöttek elő, hogy ha nem ment a gazdaság nagyon jól, akkor szép távlatokról. Én azt gondolom, hogy a távlatokról jó beszélni, de inkább egy elemzőnek kellene egy akadémiai tanulmányt írni erről. Egy politikus egyébként, meg kell mondanom, hogy nekem nem annyira szimpatikus, ha valaki 30-ról beszél, miközben az ő mandátuma, amit a magyar néptől kapott választáson, az egy kötött mandátum. Tehát azért azt tudni kell, hogy a népfelenség elvéből adódóan a nép döntett majd később másfajta módon. Tehát az nem baj, ha vannak hosszú távú programok, pláne, hogyha több párti megállapodás vagy tudományos megalapozása van, de az, hogy valaki a jövőről beszél, miközben azért feszítő problémák sorozata áll előttünk. Például a versenyképességben. Hát a magyar versenyképességi pozíció nem túl jó, és amik most történőben vannak, én most nem akarok a akadémiáról beszélni, mert azt mondja a néző, hogy jött egy akadémiai ember, aztán a saját nyavajáit hozza ide. De én csak azt akarom mondani, hogy veszítjük el a tehetséges fiatal embereket, félelmünk van e vonatkozásban, miközben a világ fordul, hát erről kellene igazából beszélni. Milyen irányba fordul a gazdaság, a német gazdaság és annak bedolgozó kelet-közép-európai térség? De Matolcsy György meghallja, amit mond, mert ő arról beszélt, hogy versenyképességi fordulatra van szükség. Így van, hát fordulatra van szükség, kétségtelen. Így van, hát ez... De jó helyen keresi erre a lehetőséget? Hát a 330, nem 335? Igen. Hát. Minden napra egy tojás. Na, szóval 335 bizonyára van. Én átpörgettem ezeket, de meg kell mondanom, hogy nem tudnám visszamondani, nem, ha le kellene vizsgázni belőle. Hát egy rész olyan, amit már hallottam, hogy olyan, ami kézenfekvő, egy rész olyan, ami valószínűleg nincs végig gondolva, vagy kicsit sok. Meg kell mondani, kicsit sok. Tehát a stratégia az némileg más. De... Itt van egy vetélkedés talán kormányzaton belül is, azt hiszem, legalábbis úgy az a gyanúm, hát én nem vagyok kremlinológus, de hogy az egyik fellegvár, a Nemzeti Bank előáll egy tervvel, a másik fellegvár, a pénzügyminiszter a másik tervvel, a kormányfőnek is van 6 pontja, szóval ezek azt gondolom, hogy ezek inkább a politológust igényelnek, ha még nem volt elég a politológusból ma este. Mi beszélünk azért a komolyabb ügyekről. De most... Jó, ez egy nagyon jó végszó volt ehhez, mert hogy ezzel azt mondja, hogy amit ilyenkor politikus urak elmondanak, hogy egy csupa férfi ember ment fel a pulpitusra, az voltak éppen annyiból komolytalan, hogy nem számon kérhető? Tehát lehet ilyen nagy képet festeni, hatalmas lózungokat mondani, és 2030-ban ki emlékszik már arra, hogy 2019. februárjában mit is mondott Orbán? Hát ha valaki megkérdezi, tudom, az forint árfolyamot, én 2030-ra bátrabban mondok egy árfolyam számot, mint a jövő héten, mert találkozom vele az utcán, és akkor azt mondja, hogy Bodur, a
mellé nyújt. Tehát ezek politikusi szövegek, és azt céljuk, hogy mi beszéljünk róla, és most mi ezt teljesítjük, mert beszélünk róla, miközben azért azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szereplőt, a magyar társadalom szereplőt nem a versenyképesség fogalom izgatja. Tehát a versenyképesség még definiálni is nagyon nehéz. Mert versenyképes termékről tudok beszélni. Versenyképes országról is lehet, mert vannak nemzetközi rangsorok. De, hát a versenyképességhez például hozzátartozik, hogy nem kergetjük el a fiatal tudósokat, mert ők adják a jövőt. Itt a fontos a hajtóerő, tehát például van-e verseny, tiszta verseny, ami a legjobb nyer. Nem az, aki a legközelebb van a tűz, a legjobb, aki a legolcsóbb ajánlatot adja, és nem az, aki, most nem akarok neveket mondani. Ugye ez egy versenykép, ez egy versenyügy, hogy legyen verseny. A versenyhivatal csapjon oda, hogyha mondjuk monopólium alakul ki, mondjuk a média területen, állítólag van ilyesmi. Hallott erről? Valamit susognak. Mondják, de azt mondta a hivatal, hogy nincs ilyen. Na hát ugye ez egy versenyképességi probléma, mert ugye ezek a nagy monopóliumok, most én nem akarok neveket mondani, ezeknek az a természete, hogy lomhák, lefolytják a versenyt. Tehát én azt mondom, hogy nagyon sok fontos ügy van, maga a versenyképesség fogalom, az ilyen társasági beszélgetés tárgya lehet. Engem jobban érdekel valóban az, hogy a tanársegéd itt fog-e maradni Magyarországon. A legviccesebb az, hogy maga a vendéglátó Parag László mondta Matolcsi György terveire, hogy ezek szürreálisak. Ami egyébként, hát nem túl elegáns. Igen, ők jó barátok, de... és megengedik maguknak. Én nem mondok semmit, csak azt mondom, hogy, és ezzel most valószínűleg vitában állok a magyar lakosság háromnegyed részével, az utolérése jó gondolat. Tehát nekünk nem utolérni kell valakit, akár Ausztriát, nekünk a saját országunkat kell lakhatóvá tenni. Az akkor egyébként majd hozza az utolérést, annélkül, hogy valaki kicentizné, hogy 32 év múlva mi a német színvonal 83%-át lépjük túl délben. De ezzel nem ez arra játszanak, amivel számtalanszor eljátszik a kormányzat, hogy 89-90 körül voltak ígéretek, voltak remények, álmok, azokból nem lett semmi, de azok egyike az volt, hogy majd utolérjük Ausztriát. Igen. Én szerintem nem voltak, tehát utána néztem, és senki komoly ember nem mondta, de volt egy ilyen várakozás, és vannak olyan várakozások, amiket ugye nem mond senki, de bekerül a fejekbe. De éppen ezzel mondom, eltett 30 év, és meg kellene érteni, hogy nekünk nem utána, ez nem egy futóverseny, hanem az országnak a maga adottságához, tehetségéhez, lehetőségekhez képest a legjobban kellene érni. És ha legjobban él, akkor előbb-utóbb egyébként, akár akarja, akár nem, abban a felzárkózási folyamaton előre jut. De Portugália se érte úton, tudom én, Luxemburgot, nem is fogja valószínűleg. És Kelet-Magyarországnak is egész más lesz a karaktere, mint mondjuk Sopronnak. De én ettől még nem esek ágynak, hogyha a Kelet-Magyarországok jól érzik magukat, és megkapnak mindent, ami hozzátartozik az ő boldogságukhoz. Tehát én azt gondolom, ez utolérési gondolat, ez egy kicsit túl van feszítve, és erre rájátszanak a politikusok, és hát hosszú távon meg azért könnyű ígérni, mert hát a memória azért nagyon rövid. Hát kérdezzék meg, hogy mit mondott ugyanaz a döntéshozó például az iszlámról, hogy szereti, nem szereti, akar Törökországot, Európai Unióban nem akar, ki a legjobb barátja, nem a legjobb barátja. Hát még egy ilyen egyszerű ügyben is. Mennyivel otthonosabban érezte magát iszlám közép-keleti államokban, mint Brüsszelben? Hát annyit mondnak a politikusok, ha ezt mind számon akarnánk tartani. Tehát azt gondolom, hogy ezek nem annyira komoly mondások. Viszont Richard Mellár Tamás, aki meghallgatta a bizottságban, a parlamentben az új, régi új jegybank elnököt, Matolcsi Györgyöt. Aki Matolcsi György azzal érvelt a bizottság előtt, hogy mennyire jól működik minden, 17% az elmúlt 7 év növekedése, GDP növekedése Magyarországon. Erre jött Mellár Tamás, azt mondja, hogy aha, csak 35%-ot kaptunk ebből az elmúlt 7 évben az Európai Uniótól. Igen. Hova lett 17%? Különben, ha már utolérésről van szó, ugye a magyar gazdasági növekedés a visegrádi országok között a legalacsonyabb hosszú távot véve. Vannak gyönyörű évek, tehát a tavalyi például az nagyon jó volt, de a 2012-es az nagyon rossz volt. Ha hosszú távot veszünk, és közgazdász igazából rendekkel dolgozik, mert annak van értelme, hogy mire képes egy ország, az nem negyedéves GDP kérdése, hanem hosszabb táv. A magyar gazdaság növekedése nem túl gyors. Ezért örüljünk, hogy a környezetünk dinamikus, egyébként a lengyelek nagyon szépen nőnek, az is következik, hogy mi nem fogjuk diktálni ezt a tempót, az is elég szép, hogyha mi tartjuk a lépést. Ennyit az utolérésről. Egyébként a térség maga, ha sikeresen fejlődik, akkor beépül abba a értékláncolatba, aminek az egyik része Németországban, a másik Észak-Olaszországban van, és hogy mi jól épülünk be, nem összeszerelő
módon nem alacsony bérszinten, hanem kreatív munkákkal, jó szolgáltatásokkal, a magyar mérnökök és pénzügyi szakemberek tehetségével, akkor egyébként a nemzeti jövedelem is gyorsabban fog nőni. De nem azért, mert piszkálja valaki, hanem azért, mert megtermeli a gazdaságot, amit ha békén hagynak, egyébként elég szépen tud húzni. Én értem, hogy amit Varga Mihály, Matolcsi György, Orbán Viktor elmondott, most arra azt mondja, hogy jó, hát politikusok így érgetnek. De mi hiányzik? Mit kéne kimondaniuk? Vagy mivel kéne úgy foglalkozniuk, hogy azt a társadalom nagy része értse és számon tudja kérni? Tulajdonképpen az államot mindenhol azért tartják, hogy szedje be az adókat tisztességesen, és tartsa el a közszolgáltatásokat tisztességesen, ha ez megvan. Tehát működik az infrastruktúra, nem korruptak a tisztviselők, a rend és kiszámítható a gazdasági élet, és bízzák rá az értéktermelést a gazdaság szereplőjére. Ha ez a modell működik, akkor mindent megtesznek lényegében, amit meg lehet tenni. Ami ezen túl van, az igazából már az ő ideológiai színezetüket fogja kifejteni, mert azért hallom, olyan probléma van, amiről egyáltalán nem beszéltünk. Hát a területi szétszakadás, hát az ország utoléréséről beszélünk, miközben itt leszakadnak régiók. Én mondtam az előbb, hogy a szintkülönbségek nem tűnnek el, de azt nem akarom ezzel egy pillanatra se azt elfeledtetni, hogy óriási szintkülönbségek vannak most, amik indokolhatatlanok. Ha valaki nem ebbe a városba születik, ahol beszélgetünk, hanem csak 35 kilométerrel arrébb, Nógrádba, akkor a várható élettartam annak a kisgyereknek sok-sok évvel kisebb. Ez eltűrhetetlen. Ha nem abban az iskolában jár egy gyerek, nem lesz esélye, hogy egyetemre kerüljön. Pláne nem olyan egyetemre, ahol az oktatási nyelv mondjuk angol. Na, hol van itt akkor a versenyképesség, hiszen hát ezek a mi erőforrásaink. Hát és hol van az alaptörvényben garantált esélyegyenlőség? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, meg jó.